Köszöntöm az öt karika nézőit! Önök a Pannon Televízió sportműsorát látják, amellyel minden nap 17 órától jelentkezünk, ahogy azt önök már megszokhatták a Riói Olimpia ideje alatt. Műsorunkat nem csak a TV képernyőkön keresztül, hanem a Facebookon is követhetik, lájkolják oldalunkat, játszanak velünk. Ma is érdemes lesz velünk játszani, már is mutatjuk, hogy milyen ajándékokat sorsolunk, és természetesen azt is, hogy mi a napi kérdés, mert erre kell pontos választ adni. Üzenetben. A riói nyári olimpia alatt nézze az öt karikát és nyerjen minden nap bögrét, sapkát, vagy vigye haza heti nyereményeinket az Európetrol töltőállomás 31 liter üzemanyag vásárlására szóló utalványát. Mai kérdésünk így szól. Milyen sportág nem szerepel a riói olimpián? A. Baseball. B. Golf. A helyes válaszokat az öt karika Facebook profilján üzenetek formájában várjuk. Legyenek nagyon ügyesek, hiszen ma utoljára sorsoljuk ki a 31 liter üzemanyagot. Várjuk tehát válaszaikat üzenetben. Én pedig köszöntöm vendégeinket, Nagy Varjas Árpád testnevelő tanárt. Szervusz, köszöntelek! És Csizmár Zsolt, rabdarúgó edzőt. Szia, Zsolt! Szia, szia. Tehát aranyérmes lett a szerb vízilabda válogatott. Nem tudom, hogy ez egyáltalán kérdés volt-e. Egy világ és Európa bajnok csapattól ezt várjuk. Nem volt meglepetés, Árpi? Hát igen, ugye hát ahogy kezdődött az egész vízlabda torna, tehát nem biztos, hogy sokan fogadtak volna a szerb válogatottra, ám de ugye, hogy néztük a papírformát, ugye várható volt az aranyérem, és ugye amikor véget értek a csoportmérkőzések, egy teljesen más szerb válogatott láthattunk, és utána úgy éreztem, hogy talán nem is volt nekik szinte méltó ellenfelük, ugye, mert hát tényleg megszorítva, egy csapat sem szorította meg őket. Elődöntőben az Olaszországgal való mérkőzés nagyon-nagyon egyoldalú volt ez a tegnapi döntő, pedig hát jó, a két csapat nagyon jól ismeri egymást, de hát azért én szerintem borítékolható volt a győzelem. Én nem is tudnék kiemelni, hogy melyik poszton volt szerb, egy kicsikét megingás a szerb csapatban, mint egy gépezet, ott egy pillanatban nem tudom, látták ki a nézők, a védelemben, hogy föl volt állva, hát azt úgy állították fel, mint hogy vonalzó van, mint a tervezett volna lett volna az a védelem. Horvát válogatottnak erre nem volt megoldása, és azt hiszem, hogy a többi válogatottak sem, ők sem találták volna az ellenszert, úgyhogy szerintem egyértelműen megérdemelték a győzelmet. Az elmúlt 24 órában 3 érmet is szerzett a szerb csapat, 10 helyet ugrott előre a tegnapi naphoz képest, már is megnézzük az érem táblázatot. Annak ellenére íme, tehát 12. Magyarország továbbra is, és 30. Szerbia, 40. volt tegnap. Annak ellenére, hogy ott az első, hát jó 10 napban ugye nem számítottunk éremre, valahogy lemondtunk a szerb csapatról. Így érezted te is, hogy ők majd fognak produkálni az olimpia vége felé? Így van, itt teltek a napok, és nem jöttek az érmek, és azt hiszem, hogy a 11. nap sikerült Dava Stefaneknek itten megtörni a jeget. Hát addig már kicsit kezdtek a szerb szurkolók szkeptikusak is lenni, hogy tényleg mi is történik, de én úgy gondolom, hogy ez az utolsó hét, ez tényleg fantasztikus sikeredett a szerb delegációnak. Én itten azért ki szeretném emelni, hogy szinte a labdasportokban 100%-ot nyújtották a szerb csapatok, úgy értelmezve, hogy mind a 4 csapat érmes lett. Igaz, ma még ki kell várnunk, hogy egy aranyérem vagy egy ezüstérem lesz a kosárdöntőben, de én úgy gondolom, hogy tényleg csapatsportágban Szerbia tényleg megmutatta, hogy a világ legerősebb csapatai közé tartozik, és itt még visszatérve csak a esetleg egy mondat erejéig, ami a vízilabdásokat illeti, tényleg ők megnyerték a világkupát, Európa-bajnokságot, világbajnokságot, most az olimpiát, itten ezek után szerintem nincs is mit nagyon taglalni, egyértelműen a világ legjobb csapatáról van szó, és szinte ott a negyed döntőtől majdnem, hogy tényleg rutinszerűen húzták be ezt az olimpiát. Hát volt kiért, miért szurkolni ugye a tegnapi nap folyamán is, lássunk egy összefoglalót erről. A csúcsra ért a szerb férfi vízilabda válogatott, miután idén a világbajnokság és az Európa-bajnokság után az olimpián is diadalmaskodott. A szerbek Horvátország legjobb pólósait verték meg 11-7 arányban.
Az első negyedben a szerb válogatott remekül használta ki a helyzeteit, sőt a védelem is jól működött, ugyanis Branislav Mitrovic a 4 lövésből 2 bravúrt is bemutatott a kapuban. A szerb csapat 2 gólos előnyre is szertett nem sokkal a kezdés után. Az első negyed végül 3-2-es szerb vezetéssel ért véget. A játékrész utolsó gólját a honosított horvát Javier García Gadea lőtte. A folytatásban 4 percet kellett várni az első gólra, ami a játék kiegyenlítettségét bizonyítja. A szerbeknek azonban sikerült felülkerekedniük a horvátokon, és 3 gólos előnnyel várhatták a harmadik negyedet. A teljes fordulat ekkor következett be, ugyanis annak ellenére, hogy a horvátok szerezték az első gólt, nem sokkal később a világ egyik legjobbja Filip Filipovic állította vissza a 3 gólos különbséget, majd egy újabb bombaerős lövéssel 4-re növelte azt. Ekkor már 8-4-re vezettek a szerbek, az utolsó negyed előtt magabiztos volt az előnyük, 9-5-ös állásnál kezdték meg a negyedik negyedet. A horvát remények az utolsó felvonásra már szerte fosztani látszottak, így a szerb válogatott magabiztosan tartotta előnyét. Horvátország legjobbja Szuknó többször is villogott, ez azonban kevés volt ahhoz, hogy fordítsanak az ősi rivális ellen. A végeredmény 11-7 lett, így Szerbia megérdemelten szerezte meg az olimpiai aranymedált. A szerb vízilabda válogatott sikeres szereplése mellett a szombati versenynapon még 2 éremnek örülhettek a szerbek. A női röplabda válogatott végig kiegyensúlyozott játékot mutatott az olimpiai játékokon, végül 3-1-es arányban alul maradt Kína csapata ellen. Annak ellenére, hogy lecsúsztak az aranyról, történelminek számít második helyezésük, hiszen ez az első olimpiai érmük a röplabdásoknak a játékokon. A női kosárlabda csapat Franciaország kosaras lányaival játszott a szombaton a bronzmérkőzést. Egy nehéz meccset követően 70-63 arányban sikerült győzedelmeskedniük a szerb lányoknak. Milica Mandicsnak a 67 kg felettiek versenyében tékvándóban nem sikerült megvédeni a olimpiai bajnoki címét, és érem nélkül fejezte be az olimpiát. A magyar férfi vízilabda válogatott a görögök ellen szállt vízbe az 5. hely megszerzéséért, és 12-10-re nyertek. Benedek Tibor, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya természetesen nem boldog az olimpiai 5. helyjel, ugyanakkor csapat a játékával kifejezetten elégedett volt. A birkózó csarnokban szőnyegre lépett Veréb István és Ligeti Dániel, egyből a legjobb 16 közül kapcsolódhattak be a küzdelmekbe. Előbbi első meccsén majd a Vigaszágon is vereséget szenvedett, utóbbi a negyed döntőben maradt alul. A férfi ötusázók viadalában Marosi Ádám a 12., Demeter Bence a 17. helyen végzett. A játékok mai, azaz utolsó versenynapjának legjelentősebb szerb érdekeltségű eseménye vitathatatlanul az esti Szerbia Egyesült Államok férfi kosárlabda döntő, amelyet közép-európai idő szerint 20 óra 45 perckor követhetünk figyelemmel. A két válogatott a csoportküzdelmek során már összemérte erejét, akkor az Egyesült Államok egy kiváló mérkőzésen 94-91-re nyert. Emellett még számos sportban is osztanak érmeket az utolsó versenynapon. A 2016-os 31. riói nyári olimpiai játékok ünnepélyes záró eseményére ma éjfél után 1 órakor kerül sor. A labdajátékok kedvelőinek igazán ünnep lehetett a tegnapi nap. Nos, megismétlem a mai nap kérdését, hiszen lehet nyerni 5 karikás bögrét, 5 karikás sapkát és 31 liter üzemanyagot. Tudják jól, tehát legyenek ügyesek, játszanak. A mai nap kérdése pedig így szól, milyen sportág nem szerepel a riói olimpián, a baseball, B pedig golf, erre várjuk válaszaikat. És akkor térjünk vissza ugye a vízilabdásainkhoz. Mindenük megvan most már az olimpiai éremmel, tehát világbajnokok, Európa-bajnokok, Árpi, hová tovább? Megtartani a szintet. Tehát ugye azt mondják, hogy talán nehezebb megvédeni a trófeákat, mint megszerezni. Szerintem ez kihívás lesz a szerb válogatottnak tovább is, hogy sikeresen vegye a következő akadályokat. Nagyon-nagyon jó dolog szerintem az, hogy az utolsó két világversenyen egy-egyben ugyanezzel a csapattal lépett fel a válogatott. Szóval ez a teljes válogatott most harmadszor nyer olimpiát. Nem olimpiát, elnézést, világversenyt. Na most ugye, és hát azok is az előjelzések, hogy talán még mindig meg fog maradni a csapat. Két játékost kivéve talán ők most már nem fognak tovább játszani ebben a válogatottban, ugye, mert hát ugye az évek miatt, de én szerintem hajtani fognak azért, hogy továbbra is Európa-bajnokságot nyerjenek, ugye már jövőre azt hiszem Budapesten világbajnokságon megtartsák az első helyet, úgyhogy szerintem ez egy nagy kihívás lesz nekik.
történelminek nevezték ugye a röplabdás lányok ezüstérmét, egy hajszálon múlt, hogy lecsúsztak az ezüstről. Mi történt? Hát a kínai csapat az nem nevezhető nagyon nagy csapatnak, vagy én tudom rosszul? És sajnos a döntőt nem néztem, de reggel, mikor felkeltem, az volt az első, hogy megnéztem az eredményt, és megmondom őszintén, egy picit meg voltam lepődve. Én úgy gondoltam, hogy ez a szerb női röplabda válogatott az orosz, valamint az Amerikai Egyesült Államok elleni mérkőzés után, hogy nem biztosan megnyeri az olimpiát, de nagy esélyese. Én néztem az oroszok és az amerikaiak elleni mérkőzést, hát az tényleg két fantasztikus mutatvány volt. Az oroszokat, hogy így mondjam, szinte lemosták, lesöpörték a pályáról. Az amerikaiak ellen pedig tényleg egy fantasztikus idegtépő mérkőzést, ötszettes mérkőzést játszottak. Hogy itt mi lehetett a gond, nem tudom, 1-0-ra vezetett a szerb válogatott. Én úgy gondolom, hogy mégis itt fejben dőltek el a dolgok. Lehet, hogy kicsit megérezték azt, hogy meg lehet nyerni ezt az olimpiát, lehet, hogy megijedtek, ezt azért a sportolóknál elő szokott fordulni, nem egyszer már. Megijedtek a győzelem kapujába, hogy így mondjam, és úgy látszik, hogy ezt a sok hibát, amit egymásra halmoztak, ezt a kínai lányok kihasználták, és kicsit meglepően könnyedén 3-1-re tudtak is fordítani. Tehát ez van, én úgy gondolom, hogy így is a női röplabda válogatott egy nagyon szép eredményt, ezüstérmet ért el, úgyhogy a kalappal előttük is. Azért is nevezik ugye történelminek, mert még nincs érmük a röplabdás lányoknak. A kosaras lányok viszont bronz meccset játszottak, ugye ők hol voltak eddig? Tehát tudtunk róluk, jól játszottak, most egyszer csak előbukkantak, vagy történtek ott változások a csapatban, Árvi? Hát ugye hát itt is az Európa-bajnok csapatról van szó, elég hát, hogy kezdtük tehát nem éppen az elvárt módon kezdtük az olimpiát, és utána belerázódott valahogy a csapat. Én ezt a Franciaország elleni mérkőzést, én egy abszolút szívmérkőzésnek tudom be, tehát a lányok, ami bennük volt, ami esetleg bennük maradt, azt most épp teljesen itt hagyták a pályán, és egy gyönyörű játékkal sikerült megnyerniük a bronzérmet, úgyhogy mondjuk, ahogy tudjuk, ez is egy történelmi pillanat, úgyhogy gratulálni tudunk csak neki. A fiúkról, nem tudom a fiúkról, hogyha pár szót, ők szintén egy fantasztikus mérkőzést produkáltak úgy szintén. Én ott is úgy érzem, ott a szívükben, lelkükben mednünk volt, az ausztrálok meg is voltak leffe, hogy hoppá, hát nem evel a csapattal játszottak előbb. Tehát gyengébbre számítottam. Ja, igen. Elérkeztünk ugye az utolsó versenynaphoz, elröpült ez a 17 nap. Hogyan értékelitek a riói olimpiai játékokat, Zsolt? Hát én az elején egy kicsit szkeptikus voltam, ugyanis a médiában elég sokat lehetett ilyen negatívumokat hallani. Rióról, az olimpiai faluról, a víz tiszta, nem tiszta, Zika vírus, stb. De én úgy gondolom, hogy tényleg egy ellenkezőjét kaptuk az egésznek. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes, sokszínű, fantasztikus versenyek voltak, mostan hagyd ne soroljam föl különböző sportágokat, tele izgalmakkal, úgyhogy én úgy gondolom, személy szerint az összkép az pozitív. Én nagyon élveztem, igaz, hogy az első hetet sajnos nem tudtam nézni, elfogadtságok véget, de ezt a második hetet tényleg, amit csak lehetett, megpróbáltam megnézni, a sportágok, minden sportágat szinte, amit lehetett, és én úgy gondolom, hogy ha így lehúzzuk a függönyt, akkor én gondolom, hogy tényleg pozitívum. Egyet érte, Szárpi? Hát én is úgy gondolom, tehát nekem is az egész úgy jött le, hogy egy nagyon-nagyon érdekes, sokszínű, jó olimpiát, jó felkészült csapatokkal láttuk az olimpiát. Igaz, tényleg mi nem látjuk a legújtást, én nekem nem úgy tűnik, hogy lett volna valami kis negatívuma is. Hát ugye volt, ugye sajnos ne soroljuk, hogy a kamera leesett, ilyesmi, ezt be is mondták, ugye. De hát jól van, oké, gondolom ez annyi belefér, tehát én szerintem szervezés is kívülről jónak látszott, ugye az elején meg voltunk kérdve, hogy hú, hát a vízminőség, meg ugye a szobák még nincsenek készek, de ugye egy ilyen nagy esemény után ez mind elfelejtődik, és gondolom, hogy csak a szépre fognak emlékezni a sportolók is. Tehát tegnap is született egy aranyunk, de mi talán az elsőre vagyunk a legbüszkébbek, hiszen egy szabadkai sportoló szerezte. Több ezren köszöntötték őt tegnap este. Az aranyéremes Dávor Stefaneket Szabadka főterén várták a szabadkaiak, és mindazok, akik tisztelik őt. Agárdi Gábor járt a helyszínen.
A riói aranyérmes a Városháza dísztermének erkélyéről üdvözölte az őt ünneplő tömeget. Rengetegen gyűltek össze a kékszökők út előtt, hogy együtt várják a riói olimpia szabadkai bajnokát. Zászlók emelkedtek a magasba Szabadka központjában. Táncolt és éjenzett a tömeg. Davor Stefanek megköszönte a támogatást és a bizalmat szülővárosának és Szerbiának is. A sportoló reméli, hogy jövőre az Európa-bajnokságon is a dobogó legmagasabb fokára áll majd. Rio győztesét a szintén szabadkai Dusan Svilár táncdal énekes produkciójával lepték meg. Az örömmámorban úszó emberáradat az ünnepség végén az olimpiai hős családját is vastapssal fogadta. Így fogadták tehát a szabadkai olimpiai hőst tegnap este a főtéren. És én pedig lezárom a szavazást, már ne küldjék a válaszaikat, rövidesen az is kiderül, hogy ki lesz a mai műsor nyertese, illetve kinek adjuk majd a bögrét, a sapkát, illetve a 31 liter üzemanyagot, amelyet ma utoljára sorsolunk ki. Davor Stefanek azt mondta, érmet ígértem, betartottam az ígéretemet. Nem csak egy ígéretről van szó, hanem nagyon sok befektetett munkáról. Igaz? Hát igen, tehát úgyhogy pont, hogy mondod, ez nem csak érem. Nos, hogy ez az érem meglegyen, hát ő neki rengeteg lemondásra volt szüksége. Ugye, tehát az edzések, a napi 8, akár 10 órás edzés is benne van ebbe az olimpiai aranyérembe. És ő is, tehát amikor kint volt, tehát látszott, hogy ő aranyérment. Tehát ő ezt úgy mondta is, és az ellenfeleket tisztelte, de a verseny alatt nem nagyon adott nekik lehetőséget arra, hogy beleszóljanak abba, amit ő eltervezett. Én nyilatkozta is, hogy ő éremért megy, és aranyat szeretne hozni, és jó ez a céltudatosság egy sportolónak. Így igaz. Én szerintem ő látta saját magát a dobogó tetején, és ezt el is érte. És mi azért még várunk egy éremre ma. Talán legtöbben ugye aranyban bíznak a kosarasoktól, Zsolt. Meg lesz az arany? A harmadik akkor? Én úgy érzem, hogy ma egy tényleg fantasztikus döntőt fogunk látni. Én úgy gondolom, hogy ez a szerb válogatott a lelkét, a szívüket a pályán fogja hagyni az Amerikai Egyesült Államok ellen, és nekem van egy olyan érzésem, hogy ez az amerikai csapat most sebezhető. Ugyanis az előző világversenyekhez képest elég sok nagy sztár nem jött el, így is nagyon erősek, azt ne feledjük el. Három kimagasló teljesítményű játékosuk van, de én úgy gondolom, hogy ez a szerb válogatottnál az a csapategység, ami tapasztalható, főleg itt is úgy gondolom, ahogy a vízilabdázóknál is történt a negyed döntőtől. Ez tényleg az a mérkőzés, amit Ausztrália ellen produkáltak, hogy az ausztrálok, akik 15-6 ponttal vertek minket a csoportokban, hogy az első fél időben csak 14 pontot dobjanak. Valami félelmetesen állították fel a szerbek a védelmet, és én úgy gondolom, hogy tényleg majd igazi kiki mérkőzés lesz, és hogyha fejben ezt ők át tudják, le tudják dolgozni, akkor én megkockáztatom azt mondani, hogy lehet, hogy még egy meglepetés is. Lehet is, hogy akár egy arany is lehet belőle. Habár azért nagyon nehéz lesz, azt tegyük hozzá. Árvi, bravúr lenne, ha megnyernék a meccset? Hát igen, tehát azért mégiscsak tehát a papírformát nézzük, tehát valamivel szerintem az amerikai válogatott előnyben van, ugye, de nem lenne akkora meglepetés. Tehát az, hogyha most ők kikapnának. Tény és való, hogy ekkora szívvel, tehát ekkora elánnal, hogyha azt meg fogják tudni tartani, azt a játékot, amit Ausztrália ellen sikerült produkálni, akkor nem biztos, hogy az amerikaiak nyernek.
És még egy-egy mondat erejéig, ugye rövid az időnk, ha értékelnétek a szerb, illetve a magyar csapat szereplését az olimpián, akkor mit mondanátok? Zsolt kezd. Hát én az olimpia előtt a magyar delegációtól 15-től 20 érmet vártam, 15 meglett, úgyhogy a szerb delegációtól pedig egy 5-től 10, hát a 8 az megvan, és igaz, hogy a Szerbiának tényleg az az első fele az nagyon rosszul sikerült, én úgy gondolom, hogy ez a második héttel kihúzták, és én a hát szerintem azért mind a két delegáció elégedett. Én is igen, én nyolc aranyérmet gondoltam Magyarország részéről, és én, hát amit gondoltam, amit tippeltem, amit gondoltam, hogy Magyarország sportolói nyerni fognak, azt nyerték, és úgyhogy lehet, hogy lehetett volna még itt egy-kettő, de hát jó van, ne legyünk telhetetlenek. A szerb válogatottól pedig hát talán egy picit a céllövőket láttam dobogón, de ennek ellenére én szerintem szép siker volt ez is. Szép volt, így van. Nos, tisztelt nézőink, szép siker lesz annak is, aki ma nyer. Már is mutatjuk, hogy milyen ajándékokat sorsolunk ki. A riói nyári olimpia alatt nézze az ötkarikát és nyerjen minden nap bögrét, sapkát, vagy vigye haza heti nyereményeinket az Európetró töltőállomás 31 liter üzemanyag vásárlására szóló utalványát. Nézze a műsort, kövesse Facebook oldalunkat és nyerjen az ötkarikával! Azt kérdeztük önöktől, hogy milyen sportág nem szerepel a riói olimpián, a pontos válasz a baseball volt, vagyis az A válasz. Aki ötkarikás bögrét nyert, ő Majlát Hermina, az ötkarikás sapkát nyerte Vadja Róbert, a 31 liter üzemanyagot pedig Lipták Károly nyerte ma. Gratulálunk a nyerteseknek, munkanapokon 8-tól 16 óráig vehetik át nyereményeiket a Pannon Marketingben. Nektek is köszönöm szépen, hogy befáradtatok hozzám a stúdióba. Jó szurkolást estére! Meg lesz. Nézőknek is kívánok jó szurkolást. Holnap még lesz 17 órakor ötkarika. Tartsanak velünk akkor is. A viszontlátásra!